Tehát sok szeretettel köszöntök mindenkit, megállapítom, hogy a képviselőtestület 8 tagjából, vagy 9 tagjából 80 jelen vagyunk, úgyhogy a képviselőtestület határozatképes. Megkérem a tisztelt képviselőket, jelezzék, hogy megkapták-e a meghívót és a képviselőtestület anyagait. Igen, tehát semmi akadálya nincs annak, hogy a napirendet szavazásra tegyük fel, viszont lenne néhány kiegészítés a napirendhez fűzött kiegészítés. Az egyik az, hogy a tegnapi bizottságülésen megbeszéltük, hogy felcseréljük a 4-es és 5-ös napirendi pontot, mert logikailag ez a két napirend a városgazdálkodással kapcsolatos, de a korábban hátrébb álló megelőzi gondolatiságban a korábban elől állott, úgyhogy a 4-es 5-ös pont cseréje az mindenféleképpen szükséges. A polgármester szabadságának ütemtervére vonatkozó javaslatot kérem, hogy a mai ülésen ne tárgyaljuk meg, egyrészt mert nem csúszunk ki az időből, másrészt mert még nem tudtam a feleségemmel egyeztetni. A harmadik, amit szeretnék kérni, hogy az utolsó napirendi pontként vegyük fel a napirendre a házi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárási eredményét, és ennek az elfogadásáról döntsünk. És végül, de nem utolsó sorban azt javaslom, hogy a 4-es napirendi pontként tárgyaljuk meg a fiatal házasok első lakáshoz jutásáról szóló támogatásról született önkormányzati rendeletet, illetve azt a javaslatot, amit mi erre készítettünk, és erről határozzunk. Tehát, hogyha ezzel a kiegészítéssel a képviselőtestület elfogadja a napirendet, természetesen ez esetben az eddigi 4-es pont az 5-ös pont lesz, az eddigi 5-ös az 6-os pont, és így tovább. Tehát a csere nem a 4-es 5-ösre, hanem az 5-ös 6-osra vonatkozik. Hogyha sikerült mindenkit megkevernem, akkor kérem, hogy szavazunk, de Farkas Attila ügyrendi kérdésben kér szót, úgyhogy ezt megadom. Köszönöm szépen, polgármester úr, én napirendet szeretném felvetetni utolsó napirendi pontként a országgyűlési képviselő úr kérésére a kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos állásfoglalást. Tehát, hogy mindenki értse, Becsó Zsolt országgyűlési képviselőnk egy kérést juttatott el az önkormányzathoz, hogy hozzunk határozatot a betelepülési kvóta elutasításáról, ezzel erősítve a kormányt, és hogy ezt vegyük fel napirendre, amennyiben nincs rendes testületi ülésünk, fűzzünk ki külön testületi ülést, rendkívüli testületi ülést, és erről hozunk egy határozati javaslatot. Én ezt saját hatáskörömben nem tettem meg, azért alpolgármester úr javasolta ezt, ugyanis én azt gondolom, hogy ehhez, ennek a kérdésnek az önkormányzatisághoz semmi köze nincs. Tehát félreértés ne essék, nem arról kell szavaznunk, hogy Pásztor város kíván-e befogadni menekülteket, és hogyha igen, milyen létszámban, hanem egy elvi állásfoglalásról van szó. És én azt gondolom, hogy az önkormányzatiság szellemével ez nem összeegyeztethető, valamint azt gondolom, hogy olyan önkormányzatokat közvetlenebbül érintő ügyekben sem kérték ki a véleményünket, mint az, hogy elvegyék az iskolákat, meg a kórházainkat, tehát hogy államosítsák-e. Tehát akkor ebben az ügyben nem egészen értem ezt a politikai állásfoglalást, hogy ez hogy kerülhet be az önkormányzat napirendjére. Ezt a magyarázatot csak azért fűztem ehhez hozzá, mert én a felvétel ellen nemmel fogok szavazni, és ezért nem javasoltam magam, de természetesen a képviselő úrnak, alpolgármester úrnak a javaslatát szavazásra teszem fel, és az enyém most csak egy szavazat, úgyhogy akkor kérem, hogy erről szavazzunk, hogy ez a pont felkerüljön a napirendre. Igen, a jelenlevők közül 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a napirendre felvettük, úgyhogy kérdezem jegyző urat, hogy hol szerepeltessük ezt. Az utolsó napirendi pontként, köszönöm szépen. Tehát akkor így módon kiegészítve a napirendet, kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy elfogadjuk-e ezt a kiegészített napirendet. Kérem, szavazzunk. Igen, a jelenlevők egyhangúan a napirendet elfogadták. Kis magyarázat, hogy a gondolatmenetem megérthető legyen, tehát így már a napirendet elfogadom, csak a felvételt nem támogattam. Az első napirend rögtön az, hogy a polgármesternek
egyrészt be kell számolnia arról, hogy mi történt a két testületi ülés között. Tulajdonképpen ez nagyon rövid lesz ez a beszámoló, mert bár folytatottak különböző tárgyalások, különböző befektetőkkel, különböző fontos dolgokról, olyan egetverő dolog, ami az önkormányzat működését befolyásolná, nem történt. Tulajdonképpen apró hangulati elemek vannak csak, hogy sikerült újra megvalósítanunk a jégpályát a Sándor Pistiék hatható segítségével, és az iskola testnevelőinek a segítségével, és ezzel úgy tűnik, hogy egy régi hagyományt sikerült feleleveníteni, ami a város lakóinak örömére szolgál, tehát ezt a továbbiakban is folytatni szeretnénk, de egyébként a két ülés között eltelt időszak a költségvetés tervezésével folyt, és természetesen voltak közben olyan pontok, amik ehhez kapcsolódnak, de ezeket nem kívánom külön megemlíteni. Erről is kell ugye szavazni, hogy én mit csináltam a két testületi ülés között, úgyhogy kérem a képviselő testületet, hogy azt a beszámolomat, hogy főként a költségvetés előkészítésén dolgoztam, ezt fogadja el. Kérem, hogy szavazzunk. Igen, köszönöm szépen. A képviselő testület 8 igen szavazattal elfogadta. Rá is térhetünk az első nagyon fajsúlyos és nagyon meghatározó napirendi pontra, az ezévi költségvetésünkről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. És előre is elnézést kérek, mint előterjesztő, egy kicsit hosszabb leszek a megszokottnál, de minek utána fontos dologról, az egész évi működésünket meghatározó dologról van szó. Azt hiszem, hogy erről néhány gondolatot el kell mondani, annál is inkább, mert most van lehetőség arra, hogy a város lakói, akik egyébként nyomon követik ezeket a képviselő testületi üléseket, amit én nagy örömmel és kis meglepetéssel nyugtáztam, tehát részletesen információt kaphatnak arról, hogy tulajdonképpen mit kell terveznünk egy ilyen költségvetéskor, egyáltalán mi ennek a költségvetésnek a tétje, és mit mutat egy ilyen költségvetés már a számok alatt abból, hogy milyen lesz a város következő éve, és milyen év vár a városlakókra. Az előzőekben elmondtam, hogy a folyószámlánkon a mai napon több mint 14 millió forint van. Ez azt jelenti, hogy március 15-én, amikor az iparűzési adó feltöltés első időpontja bekövetkezik, akkor a folyószámla még bővülni fog, tehát ez egy nagyon jó köztes állapot. Ez annak köszönhető, hogy a múlt év gazdálkodása szerencsére jól sikerült. Ezt többször elmondtam, és többször megköszöntem azoknak, akiknek a munkája ebben benne van. Annak ellenére történt ez így, hogy tavaly az új vezetés még nem saját információk és tapasztalatok alapján készítette el a költségvetést, hanem a korábbi év költségvetéséből kiindulva, és bizonyos dolgokat megelőlegezve, bizonyos dolgokat végig gondolva, de a bizonyítás lehetősége nélkül döntöttünk bizonyos kérdésekben. Kicsit kacifántosan fogalmaztam, mondok egy példát, tehát az iparűzési adó bevételeket saját hatáskörben a költségvetésben 230 millióról 280 millió forintra változtattam, mert én bíztam abban, hogy ezt az adóbevételt el fogjuk érni ebben az évben,
Itt volt az akkori pénzügyi vezető, és köztem egy kis vita, de végül is én voltam a polgármester, úgyhogy az én álláspontom győzött. 317 millió forint iparűzési adó folyt be, tehát tulajdonképpen az, amire mi gondoltunk, és az, amit én hittem ennek a városnak az adó teljesítő képességéről, az beigazolódott. Most már nem csak megérzések alapján tudunk ilyen döntéseket hozni, hanem a tavalyi gazdálkodás alapján, de most sem galopíroztuk el magunkat, tehát az a szám, amit iparizési adó bevételre számoltunk, az idén 280 millió forint. A tavalyi évnek úgy vágtunk neki, hogy 80 millió forintnyi hiány volt a költségvetésben. Ugye a költségvetésben nem lehet hiány, tehát hogyha egy költségvetésnek a szándékolt kiadásait a tervezett bevételek nem fedezik, akkor azt a különbséget, ami a mínusza a költségvetésnek, azt a törvények szerint valamivel pótolni kell. A korábbi években lehetőség volt arra, hogy ilyenkor hitelt vegyen fel az önkormányzat. Ennek volt aztán az a következménye, hogy az önkormányzatok eladósodtak. A kormány nagyon helyesen ezt a lehetőséget megtiltotta, tehát mostantól olyan hitelhez, ami tényleg működési hitel és nem folyószámla hitel, mint amiről beszéltünk, és ami mindenkinek a rendelkezésére áll, a pillanatnyi likviditási zavarok leküzdésére, tehát egy komolyabb hitel felvételihez, egy fejlesztési hitel felvételihez már állami engedély kell, amit nem is nagyon adnak meg, tehát ezzel nem számolhatunk. Hogyha nekünk mínuszunk van a költségvetésben, akkor oda vagy azt a reményt kell betervezni, hogy majd önhikiből állami támogatásként ezt megkapjuk, de reményt tervezni nem nagyon lehet. De például a kokáért ingatlan eladást lehet tervezni egy ilyenbe, ami vagy megvalósítható, vagy nem valósítható meg, de a tervezés stádiumában ez itt benne lehet. Természetesen minden önkormányzatnak és minden gazdálkodónak, ugyanúgy egy családnak is otthon arra kell törekedni, hogy minél kisebb legyen a hiány, tehát a vágyaink azok a lehetőségeinket ne haladják meg, vagy csak minimálisan haladják meg. A tavalyi 80 milliós mínuszt azt sikeresen ledolgoztuk, illetve kaptunk önhikit is 47 millió forintot, és mi magunk is működésünkből meg tudtunk spórolni, plusz növekedtek a bevételeink, úgyhogy nem csak ezt a különbséget tüntettük el, hanem még azt a plusz kiadást, amit menet közben egyedi döntésekkel beraktunk a költségvetésbe, tehát hogy legyen sportpálya, hogy kapjon több támogatást a sport, különböző rendezvények, civil egyesületek, tehát ezt finanszírozta. Az idei évben, mint talán már mondottam, 118 millió forint az a lyuk, ami a költségvetésünkben tátong, de ezeket egyrészt kompenzálja egy maradvány, másrészt az, hogy idén is számítunk azért önhiki támogatása, mert az ténykérdés, hogy a feladatokat nem 100%-ban finanszírozza az állam, és ingatlan eladásra is számítunk. Hogyha valaki megkérdezi, hogy a nagyságrendjéhez képest a költségvetésnek ez a hiány, amennyiben ez hiány lenne, ez kezelhető-e vagy kezelhetetlen, ahogy Halász képviselő meg szokta mondani, egyértelműen azt mondom, hogy kezelhető. Tehát még akkor is kezelhető, hogyha ez fennáll, mert ez a költségvetés, ez egy egészen más alapokon elkészített költségvetés, mint a tavalyi. Tehát itt Marika elkészítette nekem a tegnapi ülés után a összehasonlítását a tavalyi költségvetésnek és költéseknek és az ideinek így egybe függően, mert tegnap a bizottság ülésen az derült ki, hogy van igény az összehasonlításra, és az látszik, hogy majdnem minden egyes ponton, majdnem minden intézménynél sikerült lefaragni a költségekből, tehát ezért az intézményvezetőknek köszönetet mondok, mert tényleg felelősségteljes magatartást tanúsítottak, ami nagyon nehezen elvárható egy olyan helyzetben egy intézmény vezetőjétől, amikor azt hallja a polgármestertől, hogy az adóbevételek azok növekednek, azt várja a polgármester, hogy idén tovább növekednek, mert ezt várja a polgármester, és akkor mégis azt kérjük, hogy faragjunk le az intézmények működési költségéből. Miért van ez? Ez azért van, mert az intézmények nagyon drágán működnek. Tehát, hogyha megnézzük a létszámadatokat, akkor mindenhol sokan dolgoznak, és nagyon drágán működnek az intézmények, és az önkormányzatoknak
nagyon sok pénzt kell az intézmények működéséhez adni, kötelező feladatok esetében is, de általunk vállalt feladatok esetében különösen. Tehát azt kértük, hogy faragjanak le ebből a költségvetésből, és ezt megtették. Viszont a mostani költségvetésben valós számokkal operáltunk, tehát amikor alpolgármester úrral nekikezdtünk tavaly, nem tudom, hogy emlékszel, Attila, nekikezdtünk a különböző rendezvényekre szánt pénz elosztásának, akkor megnéztük, hogy mennyi volt az előző évben, az valami egészen pici összeg volt, azt mi megemeltük, és azt mondtuk, hogy szeretnénk, hogyha ennyi lenne a költségvetés, és aztán amikor eljutottunk oda, hogy láttuk, hogy mennyi a hiány, ezt lehúztuk gyorsan. És így aztán évközben állandóan folyamatosan döntést kellett hoznunk, hogy hát azt a rendezvényt nem lehet ennyiből megcsinálni, arra is kéne még pénz, még erre is kéne, arra is kéne. Tehát ezeket most beterveztük. Ebben a költségvetésben van, mondok néhány tételt, nem a teljesség igényével, van 30 millió forint ingatlan vásárlásra. Tehát, hogyha mi pályázatot nyerünk, akkor ahhoz meg kell valamilyen ingatlant nyernünk, meg kell vennünk valamilyen ingatlant, akkor azt meg tudjuk venni. Ebben a költségvetésben terveztünk a strand felújítására, és a strandnál már valós költségekkel, működési költségekkel számoltunk, mert hogy tudjuk, hogy melyek ezek a költségek, tehát itt sem úszhatunk el. Ennél a költségvetésnél beterveztünk a televízióra egy ötször akkora összeget, mint az előző évben, amihez vagy hozzányúlunk, vagy nem nyúlunk hozzá. De hogyha mi azt akarjuk, hogy a pásztori televíziózással kapcsolatos helyzeten javítsunk, akkor a forrás a költségvetésben megvan rá. Ebben a költségvetésben 20 millió forintot szánunk az iskola felújítására, az iskola vizes blokkjának, tornatermének, WC-nek felújítására, amiből 6 millió forintot úgy szerepeltettünk, mint önrészt egy pályázatnál. Tehát ezzel a 6 millió forinttal egy 20 milliós felújítást lehet elintézni, tehát akkor ez már 34 millió forint, ilyen sem volt korábban. Tehát ilyen tételek vannak szép számban, még van egy tartalékkeret is a költségvetésben, tehát miközben a működési költségeket próbáltuk leszorítani, aközben ezek növekedtek. Most, tehát az ilyen kiadási lehetőségek növekedtek. Most mi történik akkor, hogyha nem jön be az, amit mi tervezünk, hogy az iparűzési adóbevételek nem a tavalyi szinten állnak majd meg, hanem még magasabban, amit van okunk feltételezni, mert hogy két olyan beruházás is elindul Pászton, amelyik a következő évben realizálódik, az egyik az Egló építés, a másik pedig a 21-es útnak az építése, tehát lehetséges az is, hogy ide települ egy aszfaltkeverő üzem, egy mobil aszfaltkeverő üzem, ami itt van egy évig, amíg tart az építkezés, és utána elmegy, és hát itt ezután is iparűzési adót kell befizetni, tehát ez egy remény, de mi ezzel nem számoltunk, ez ott van, mint lehetőség. Hogyha nagyon nagy bajban leszünk, és nem kapunk önhikit, és nincsenek plusz bevételeink, akkor még mindig tudunk faragni a költségben. Ez az egyik rész. A másik rész pedig az, hogy folyamatosan a költségvetés elfogadása után minden egyes intézménnyel tovább kell mennünk, mert most tulajdonképpen csak azzal foglalkoztunk, hogy megnéztük, hogy hol vannak tartalékok a rendszerben, de hogy ezeknek a rendszereknek a működését hogy lehet olcsóbbá tenni, ez még nem történt meg. És végig fogunk menni minden intézményen, hogy menet közben is csökkentsük a költségeinket, de ez egy olyan horderejű munka, amit a költségvetés elfogadásával együtt nem lehet megtenni. Tehát ez egy olyan költségvetés, amelyik azt mutatja, mi történik a legrosszabb esetben, akkor is finanszírozható a város, és a legjobb esetben pedig szárnyalhat a város. Most én nagyon röviden még végigmennék a különböző intézményeken, hogy hol mi történik. Pásztóváros intézményei között a zászlós hajó, de azt elmondom, hogy milyen összegekkel számolunk, iparűzési adóból 280 millió, építményadóból 36 millió, nem nyújtunk hozzá, nem emeltük. Az iparűzési adót nem is lehetne emelni, mert kezdetektől fogva a legmagasabb. Gépjárműadónak a helyben maradó része 27 millió forint. Idegenforgalmi adó még mindig alacsony, de itt van egy növekedés, ami tendenciájában jó, abszolút mértékben nem nagyon növekszik, és amit már elmondtam a múltkor, hogy pótlékban, bírságban alacsonyan tervezünk, nem az a célunk, hogy büntessünk,
amit az is mutat, hogy úgy sikerült nagyobb adóbevételt beszednünk a városban, hogy a bírság összeg az 1 millióval kevesebb volt, mint a korábbi évben. Tehát 30%-kal kevesebb bírságot vetettünk ki, és ugyanakkor sokkal magasabb, 16%-kal magasabb volt az adóbevétel. Ezek az adók, és akkor néhány szót az intézményekről, az óvoda. Az óvodában is vannak még tartalékok, mert hogy azt el kell mondani, hogy az önkormányzati támogatás az óvodákhoz 27.466.000 forint. Azzal együtt, hogy ez kötelező állami feladat, 188 millióból szűkítenünk kell azt a részt, ami az állami pénz és az önkormányzat és a teljes költség között van, de itt is jó úton haladunk, tehát most azon dolgozunk, hogy elfűtjük azt a pelletet, ami most még megvan, előrefizetés van úgyis gázzal, és hogyha az óvodákat átállítjuk gázfűtésre, akkor ott megspóroljuk azt a karbantartó fűtői létszámot, ami most ebben a pillanatban két fő, de számoljuk másfél főnek, és akkor annyival már a következő időszakban előbbre vagyunk. Tehát ilyen apró lehetőségek még vannak a rendszerben, hogy racionalizáljuk ezt a dolgot. És itt is a legfontosabb az, hogy a minősége a szolgáltatásnak az javuljon. Tehát attól, hogyha sikerül a pelletről áttérni a gázra, akkor az egyrészt olcsóbb lesz, másrészt meg javul a szolgáltatás minősége, mert a gáznak olyan a fűtő értéke, hogy hamarabb fel lehet fűteni az épületet, és nem úgy, mint a pellettel, aminek 60 fokos előremenő jelent, maximum 90 fokos lehet, tehát ez egy ilyen plusz biztonságot is ad. Csak egy-két ilyen példát szeretnék elmondani, az IPESZ-ben nagyon sok tartaléknak kell lenni, mert hogy az IPESZ az 26.819.000.000 forintba kerül a város költségvetésének, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez mind a költségvetés pénze, ez egy fillér állami támogatás sincs. Itt meg kell szüntetnünk a párhuzamosságokat, és észszerűsíteni kell az elszámolást. Mondok egy példát, és javítsatok ki, hogyha ez nem igaz, nagyon örülnék, hogyha kijavítanátok, mert hogyha ez igaz, akkor nagyon nagy baj van. Tehát ma úgy megy el a gondozóközpontból tankolni a gépkocsi vezető üzemanyagot, hogy bemegy a gondozóközpontba, kitölt egy űrlapot, azt a vezető aláírja, hogy elmehet tankolni, ezzel az űrlappal átmegy az IPESZ-be, leadja, az IPESZ pénztárosa elmegy az OTP-be, pénzt vesz fel, visszaviszi a pénzt, majd a gépkocsi vezetőt áthívják, aki személyesen felveszi ezt a pénzt, majd utána elmegy tankolni, kifizeti a pénzt készpénzben, kap egy számlát erről, és azt leadja vagy az IPESZ-nél, vagy a gondozó központban, nem tudom én hol, és így működik a fizetés. Ez 2015-ben megengedhetetlen, ezt az üzemanyag kártyával, egy vonással el lehet intézni, mennyi időt viszel ez, mennyi energiát, ahol ez megtörténhet, ott megtörténhet bármi. Tehát ebben a rendszerben nagyon sok tartalék van, ugyanakkor az óvodában ez úgy megy, hogy az óvoda pénztárában felveszi a pénzt, leadja a számlát és kész. Tehát van két intézményünk, az egyikben ezt meg tudják egyszerűen csinálni, a másikban nem. Ezeket az anomáliákat, ezeket meg kell szüntetni. De ettől a 118 millió forint az 118 millió forint marad, de sok ilyen már egy komoly összeget tesz ki. Intézményi étkeztetés, szintén IPESZ feladat, ez is pénzünkbe kerül, de ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy a gyermekek azok a korábbiakhoz képest többször nagyobb biztonsága jutnak élelemhez, tehát ez szociális szempontból egy nagyon nagy vívmány, és ez az előző évhez képest jó. Tehát a szünidei időszakban is pályázat nélkül ez most már megoldott lesz. Központi házi orvosi ügyelet, itt is még a korábbihoz hasonló összeggel szerepel a költségvetésben, de minden jól megy, április 1-től áttérhetünk egy szerződéses vállalkozói formában üzemeltetett házi orvosi ügyeletre, ami az önkormányzatnak egy kicsit olcsóbb lesz 1,5 millió forint közötti összeggel, de nem ezt reméljük tőle, hanem azt, hogy jobb lesz a szolgáltatás színvonala, és az indokolja. Aztán az IPESZ-hez tartozik még a védőnői szolgálat, ez működik, itt ehhez nincs nagyon mit hozzáfűzni, a Pásztori Múzeum. A Pásztori Múzeum költségvetési szempontból a polgármester álma, mert hogy a működésére semmilyen költségvetési támogatásra nincs szükség, tehát amennyit kap az állami támogatásból, annyit költ. A Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében egy nagyon komoly összeg szerepel, dologi kiadások 25 millió,
Annak ellenére, hogy az intézmény vezetése lejjebb nyomta az intézmény költségvetését méghozzá jelentősen a tavalyi évhez képest, ez azért van, mert az ünnepségeknek a megemelt költségét ideépítettük be, tehát azon a helyen szerepel, ahol felmerül, és tudunk vele számolni, nem keber meg senkit. A rendezvényeket pedig olyan értékkel számoltuk be, amiben kerülnek, és amiből tisztességes módon el lehet készíteni. Szeretném bejelenteni, még az augusztus 20-i tűzi játékot is beterveztük, tehát nem vállalkozóktól fogjuk összekalapozni a pénzt, hanem a költségvetésünkben benne van. A gondozási központ egy nagyon nagy falat, mert hogy egyrészt nagyon fontos tevékenységet lát el, másrészt nagyon sokrétű tevékenységet. Van egy fontos, és ugye a tevékenységének az egyik része az kötelező, a másik része pedig vállalt feladat. Az intézmény összkiadásainak 36%-a a kötelező feladatokhoz, 64%-a az önként vállalt feladatokhoz tartozik, és ezekhez bizony az önkormányzati támogatás 34 millió forint egy évben. Most nagyon sokat dolgoztunk Mariannékkal, ez a támogatás, ez ami most 34 millió forint, ez a költségvetési tárgyalások megkezdésénél 60 millió forint volt még, tehát ezt 20-valahány millió forinttal leszorítottuk egyrészt, mert megnéztük, hogy milyen tartalékok vannak a rendszerben, és végig gondolva az egész történetet, számtalan ponton még lehet leszorítani költségből. Hogy egyetlen egy tételt mondjak, ma az ötszöri étkezés, ha jól tudom és jól számoltuk, ha nem, akkor annak külön örülök, 1500 forint egy nap, tehát ott ötszöri étkezést kaptak a bent lakók, ez borzasztóan magas, ezt más intézményeknél 1000 forintból oldják meg, és megkérdeztem a másik ilyen otthonból szállított szintén ötszöri étel, hogy hívják ezt az intézetet, ami a fogyatékos gyerekek? Igen, tehát oda áfával együtt 1300 forint alatt van, 1240 forint áfával együtt, tehát hogyha csak ezt a különbséget tudnánk érvényesíteni, akkor az évi 5 millió forint. De hogyha azt, ami más intézeteknél megszokott, hogy ezt az étkeztetést napi 1000 forintból meg tudják oldani, az évi 10 millió forint, mert ez egy 30 milliós tétel. Tehát, hogyha az a főzőkonyha, amit mi tervezünk, azt megvalósul, és azt be tudjuk léptetni, és még le tudjuk szorítani az árakat, akkor a jó minőség mellett itt lazán van benne egy 5 és 10 millió forint közötti összeg. Tehát szerencsére az önkormányzat olyan nagy megrendelő és olyan nagy számokkal dolgozik, hogy egy kis megtakarítás is nagyon jelentős lehet. Tehát ezeket végig fogjuk beszélni, és vannak még más lehetőségek is abban, amit a törvény megenged, és amit az észszerűség lehetővé tesz, anélkül, hogy bármilyen szolgáltatást is roncsunk, mert óriási a felelősségünk. Tehát, hogyha mi az időseket ahhoz szoktattuk, hogy egy bizonyos ellátást kapnak, akkor ezt az ellátást ezt nem lehet csökkenteni, nem lehet megváltoztatni. Ezt csak úgy lehet megváltoztatni, hogy lépésről lépésre fokozatosan, hogy a már ellátásban részesülők ebből ne érezzenek semmit. Tehát ebben is van óriási lehetőség. A polgármesteri hivatalnál is igen magasak azok az összegek, amiket bérre fizetünk ki. Az a helyzet, hogy a költségvetés sokkal kisebb létszámot finanszíroz, mint ahányan valójában vagyunk, de itt is nagyon óvatosan kell előre haladni, mert gyakorlatilag egy életet tesz tönkre az, aki itt erőteljesen csak azért, hogy pénzt takarítson meg, megszüntet egy állást, úgyhogy itt nagyon észnél kell lenni. Abban gondolkozunk, hogyha valaki elmegy, vagy nyugdíjban megy, akkor annak a munkáját valaki átveszi, de itt is nagyon magasak a számok, és annál is inkább, hogy nagyon sokat kell hozzá tenni az önkormányzatnak. Az oktatási intézményeknél halleluja, ott nagyon jó hírek vannak. Ugye a tavalyi évben még 145 millió forintba került az oktatási intézményeknek a fenntartása, és ez a 145 millió forint az idén 53 millió 639 forint. Tehát itt egy borzasztó nagy megtakarítás van, és ennek köszönhető az, hogy például az iskola felújítására tudunk pénzeket átcsoportosítani.
Ebből 47 millió 900 ezer megy az általános iskolára, és 6 millió 800 ezer megy a zeneiskolára. Tehát ez egy nagyon jelentős történet. A diák étkeztetésnél nincs változás, az továbbra is a mi feladatunk, bárhol is eszik az a diák. Pénzügyi és szociális ellátások területén vannak változások, ehhez is hozzá kell az önkormányzatnak adni pénzt, de ez nem egy olyan elképesztő összeg. Tehát a városfenntartási kiadásoknál is van még lehetőség arra, hogy racionalizáljuk a különböző tevékenységeket, és hogy pénzt spóroljunk meg. Itt van ez a táblázat, amit szeretnék megmutatni, a tavalyi év és az idei év. A tavalyi év is egy takarékos év volt, tehát már sokkal kevesebbet költöttünk az intézmények fenntartására, mint az idén, vagy mint a korábbi évben. És most olyanok vannak, hogy a pásztorvárosi önkormányzat a tavalyi kiadásnak a 66%-ával számol, a polgármesteri hivatal 95%-kal, az IPESZ intézményi étkeztetés 87%, az IPESZ 99%, a házi orvosi ügyelet most 100%-on van, de a szerződés megkötése után alatta lesz, védőnői szolgálat 99%, önkormányzat óvodája 1%-kal növelte a kiadást, gondolom, hogy valakinek lesz valamilyen szolgálati idővel összekötött jubileumi utalma, igen. A Teleki Művelődési Központ 107%, de oda betettünk 12 millió forintot, tehát ők is bőven alatta vannak a tavalyi keretnek. Úgyhogy a gondozási központ is megmaradt 100%-on, és a múzeum természetesen 100%-on, tehát egy nagyon fegyelmezett, a tavalyi megszorítások után egy még tovább szorított költségvetés van, amit én köszönök mindenkinek, és akkor bármilyen kérdést és hozzáfűzni valót fogadunk, és megpróbálunk legjobb tudásunk szerint válaszolni ezekre. Elég rövid voltam? Farkas Attila, a polgármester úr. Köszönöm szépen, bár én igazából szerintem valószínűleg Lacit fogom kérdezni, Bartos László osztályvezető urat. Tegnap elkerült a figyelmemet, hogy nem is emlékszem pontosan, hogy 2016. január 1-től ugye kötelező a halmozott a hátrányos gyermekek részére a szünidei étkeztetés. Most azt felejtettem el tegnap megkérdezni, hogy erre 100%-ban megkapjuk az állami támogatást, vagy pedig ezen az összeg szerepel, hogyha nem kapjuk meg 100%-ban a pénzbeli és természetbeli szociális ellátásoknál a szünidei gyermek étkeztetésre van 2 millió 621 ezer forint. Ez a kettő, akkor ez kapcsolódik egymáshoz, hogy tulajdonképpen ez lenne a kérdésem. Köszönöm. Laci? Igen, röviden tudok válaszolni. Igen, ennyit kapunk finanszírozásba, és ebből meg is lehet oldani. Ja, akkor 100%-ban meg lehet oldani. Köszönöm. Kérdés? Nincs akkor valakinek valamilyen észrevétele? Plecskó Péter? Városgazdálkodási Kft-vel kapcsolatban. Az előtte részében szerepelt, hogy a 7,5 millió forint likvid adításra kapott pénzt, amit tavaly kapott a cég, azt idén vissza kell, hogy adja. A Kft-nél készült egy likviditási terv, ami nem tudom mennyire beleépítve itt a önkormányzati likvid tervbe. Tehát a közmunkának a bér és az anyag előlegét megkapja, anyagra 70%-ot kapunk, a bérre mindig 2 hónapot. A utolsó 2 havi bér az éves közmunkaprogramokban, az majd ugye 17-ben jelentkezik, viszont az anyagvásárlásoknál lehet olyan helyzet, hogy elfogy az előleg, és hogyha a munkánkhoz kell megvásárolni anyagokat, akkor kelleni fog pénz ugyanúgy, mint tavaly erre a erdei iskolás fűtésrekonstrukcióra. Tehát ezt majd át kellene gondolni, hogy ez a 7,5 millió forint, ez mikor kerüljön visszafizetésre a cégnél készült likviditási terv alapján. Szerintem szépen a 7,5 millió forint akkor kerüljön visszafizetésre, amit a szerződés előír, mert a szerződéseinket és határozatainkat betartjuk. Múltkor hárman fogadtunk arra, hogy mi a határidő, és mind a hárman rossz választ adtunk. Június vége a határidő, a helyes határidő, azt akkor vissza kell fizetni, mert arról van határozat. Azonban azt, hogy a Városgazdálkodási Kft-nél a likviditás ugyanúgy gondot fog okozni, mint az önkormányzatnál, arra számítottunk, mert hiszen a korábbi testületi üléseken elhangzott, hogy
eléggé meg nem engedhető módon, mert keresztfinanszírozás nem megengedett, de azért a KFT, hogyha nagyon nagy bajban volt, hozzá tudott nyúlni a szemétbeszedésből ott lévő pénzekhez, és ez most idén nincs meg. Tehát pont ez az oka annak, meg az, hogy a korábban felhalmozott magunk előtt tolt KFT mínuszt rendezzük, hogy megnöveltük azt a hitelkeretet, amivel nekünk december 31-ig el kell számolnunk, tehát ezért 70 millió forint helyett 90 millió forintot vettünk fel. De ez nem, tehát likviditási probléma a KFT-nél nem lesz. Likviditási probléma vagy fizetési probléma az önkormányzatnál lesz, hogyha nem gazdálkodik jól, és nem tudja visszafizetni ezt az összeget, de a működésünket évközben veszélyeztető dolog nem történhet. Egy baj történhet, tehát hogyha valami katasztrófa beüt, és a pénzeszközeinkhöz jobban hozzá kell nyúlni, akkor az az egy katasztrófa lehet, hogy mi nem tudnánk visszafizetni a teljes összeget december 31-én, de ez nem fordulhat elő, és ezért kell nekünk folyamatosan évközben néznünk azt, hogy hogy állnak a bevételeink és a kiadásaink, és ebben a költségvetésben benne van annyi, hogy akár az egész mínuszt el lehet költeni, csak akkor nem jut arra, amire szeretnénk, és nem tudunk megvalósítani mindent. De a KFT likviditása a legmesszebb menőkig benne van a költségvetésben, tehát így terveztük, és ezért terveztünk így. Már lehet hozzáfűzése is a tisztelt képviselőhöz, hozzáfűzni valójuk is a tisztelt képviselőknek. Azért szeretném, hogyha elmondanátok a véleményeteket, mert nem emlékszem pontosan jól, elnök úr, hogy a bizottsági ülésen tegnap milyen arányban támogatta a bizottsága? A bizottság nem támogatta a előterjesztést, mivel ugye fölmerültek kérdések, amit akkor adhok nem sikerült tisztelni, de azután a bizottsági ülés után sikerült azokat a kérdéseket tisztázni. Akkor hogy... Jó, mert azt szerettem volna kérni, hogy ha bármilyen kétely felmerül, vagy bármilyen ötlet van, akkor azt legyetek kedvesek jelezni, mert akkor tudunk csak tovább lépni. Tehát remélem, hogy nincs a költségvetésben hiba. Tehát az a változás a tavalyi év óta, hogy nem csak, hogy kipróbáltuk a költségvetést, hanem most már az intézmények működését is teljesen átlátjuk. Tehát ez a költségvetés már, ebben a költségvetésben nincs egyetlen egy olyan szám sem, ami úgy jött ki, hogy valaki a hasára csapott. Tehát ezért vállaljuk a felelősséget minden számítás és megalapozott hatástanulmány eredménye. Mert hogy minden információ birtokában vagyunk, sokkal könnyebb, mint a tavalyi évben, mert hát hiszen végigcsináltuk az évet, meg hát tisztázottak menet közben a játékfeltételek. Tehát azzal, hogy a hulladékgazdálkodás elkerült a városgazdálkodástól, hát pontosan tudjuk, hogy akkor kell majd a zsebünkbe nyúlni, hogyha a tagként a terheket, a mínuszt ránk hárítja a szolgáltatást végző, de hát az ebben az évben még nem valószínű, az majd a következőben jelentkezik. Tehát jobban lehet számolni mindennel. Ez az előny ennek a dolognak. Jó, tehát akkor még egyszer kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy kérdésük hozzáfűzni valójuk van-e. Gyuri bácsi? Tisztelt képviselő, tisztelt polgármester úr. Végtelen öröm tört el azzal kapcsolatban, hogy polgármester úr részletes szóbeli kiegészítést tett a témával kapcsolatban. Ezt már én régen kértem. Szinte majdnem minden testületi ülésen megemlítettem, hogy jó lenne, hogyha a média képviselői itt vannak, akkor mindenképpen az emberek tájékoztatnak. Mert mi értjük, hogy miről van szó, csak nem biztos, hogy az ember, aki otthon esetleg nincs annak ideje, hogy elővegye az internetet és megnézze az előterjesztést, tudja róla pontosan, hogy miről van szó. Ezt nagy örömmel veszem, és a dolgok előrevitele érdekében azért szeretnék néhány dolgot megkérdezni. Mégpedig a jelenlévő intézményvezetőktől, és a képviselőtől, hogy ki volt az, aki részt vett ezeken a költségvetési tárgyalásokon.
De lényeg az az intézményvezetők részéről, hogy a lehetőség, ami pillanatilag adott, ebből a következő évet normálisan végig tudják elvinni. Ezzel kapcsolatban szeretnék választ kapni, mert ott kezdődik az egész. Akkor tudunk előrelépni, hogyha ezt vállalják, hogy ezt a évek teljes mértékben ugye, problémamentesen végig tudják csinálni. A másik dolog, amit szintén szeretnék kérdezni, van itt egy olyan dolog, ami engem izgat. Le van írva az anyagban, például az, hogy a beruházásokra mindössze a költségvetési bevételek 7%-a kerül, és 93%-a pedig a fenntartás, tehát a tulajdonképpen működtetésről van szó. Van itt még egy csökkentő tényező a városgazdálkodási Kft-nél, a törzstőke emelése, a piac hiteltörlesztése 9.360.000 forint van, amit nem tudom, hogy itt kell elszámolni, vagy valószínű itt kell elszámolni a számíteli törvény szerint, de ez már megtörtént, ez már be van építve, ez már régen áll és működik. Ugye? Ez a 9.360.000, ez a törzstőke emelés, amit tesznek, ebből fogják majd finanszírozni azt a hitelt, amit fölvettek. Hát abból finanszírozzák, hát annyi pénzt, tehát akkor kezdjük a végén. Tehát annyi pénzt kapnak a hitelre, amennyit be kell fizetniük hiteltörlesztésnek. Egy. Kettő. Mi volt visszafelé a másik, amit kérdeztél? Hogy, ja igen, a beruházás, borzasztó rossz arány. Tehát a Marikával erről külön beszéltünk, és azért most én tudok neked válaszolni. Tehát most nem tudom fejből, hogy 7% és 93%. Tehát az, hogy a beruházásokra 7% megy, és 93% a város működésére, az egy tragédia. Tehát, hogyha valakinek, egy közgazdásznak ezt megmutatjuk, akkor az azt mondja, hogy borzalom. És ezért mondom én azt, hogy erről a pályáról kell ezt a várost átvinni, és ezért kell a működésre szánt összegeket csökkenteni, hogy maradjon fejlesztésre, beruházásra. Mert két dolog figyelhető meg, hogyha volt pályázati pénz valamire, akkor az kacsalábon forog és rendben van, és tip-top, és büszkék vagyunk rá. Amire meg nem volt pályázati pénz, ahhoz hozzá sem nyúltunk, és az állagmegóvást sem végeztük el, lásd iskola és sportpálya, és akkor mondhatnám tovább a dolgokat. Most én azt kértem a Marikától, hogy legyen olyan kedves, számolja ki, hogy az előző években milyen volt ez az arány, mert látni akarom, hogy mennyivel vagyunk jobbak, és akkor kijött az, hogy nem vagyunk jobbak. Nem vagyunk jobbak, várjál, nem vagyunk jobbak, mert a korábbi évben nagyobb volt ez az arány. Na de mivel? A Viszmajorkárral. Tehát ugye a tavalyi évben Viszmajorkárra be volt állítva 70-valahány millió forint a patakmederre, 16 millió valamennyi az útra, és így tovább. Tehát azok a károk voltak, amiket Viszmajorkárként megnyert a város, és hogyha ezeket levonnánk, akkor tulajdonképpen nulla lett volna az a százalék, amit felhalmozásra fordított volna, mert azért gondolj csak végig, Gyuri bácsi, hogy mi azért tavaly megcsináltunk egy sportpályát jelentősen résszel, mi azért tavaly nagyon sok pénzt költöttünk a strandra, mi azért tavaly megcsináltuk a lelátóját a focipályának, és sorolhatnám még, hogyha eszembe jutna, hogy mi mindent csináltunk, de azért költöttünk ilyen dolgokra is, még a korábbi években csak a pályázati pénzek voltak. Tehát azt a Viszmajor pénzt, azt, hogyha leszámolod, akkor az idei évben az, hogy, tehát olyan, hogy az önkormányzat az adóbevételeiből felújításra ennyi pénzt szánt volna, mint amennyit mi ebben az évben, mert azért ott még ott van az a tétel is, amit a műfüves pályához adunk, és ami még ott van tartalékban, tehát ez nem volt, és nekünk igenis azon kell dolgoznunk, hogy ez az arány, ez minél nagyobb legyen. És ne a működés vigye. Viszont ugye ez egy nagyon sarkalatos kérdés, mert a működésben mi van? A működésben benne van a villanyszámla is, a gázszámla is, a vízszámla is, meg a munkabér is benne van. És hogyha megnézzük, hogy mi a működési költség, mondjuk egy könyvtár esetén, ami egy nagyon rosszul szigetelt épület, és azt gondolná az ember, hogy ott nagyon sok energia megy el, plusz a gázkazánt is 1984-ben építették, tehát nagyon korszerűtlen
Sőt, a két gázkazán közül csak az egyik működik, és amikor bedöglik az egyik gázkazán, akkor a másik gázkazánból szerelik le az alkatrészt, és rakják át ebben, mert már nincs. Tehát azt gondolná az ember, hogy ennél pazarlóbb, szörnyebb, energiafalóbb történet nincs a világon, mint a könyvtárnak a fűtési rendszere. És hát most lehet, hogy rossz számot mondani, de én 2 millió 200 ezer forintra emlékszem, hogy az éves gázszámla 2 millió 200 ezer forint. Most az nagy összeg, de hogyha megnézzük, hogy egy minimál béren dolgozó embernek a bére szintén körülbelül egy ekkora összeg egy évben, és megnézzük azt, hogy milyen hatalmas létszámmal dolgoznak az intézményeink, és milyen hatalmas létszámmal dolgozunk mi itt az önkormányzatnál, akkor bármilyen kegyetlen is ez a dolog, azt kell mondanunk, hogy ezt a létszámot kell csökkenteni. De minek utána? Attól, hogyha kevesebb gázt fogyasztunk, attól nem háborodik fel senki, de hogyha valaki munkanélkül marad, tehát ezt te tudod a legjobban, mert te szoktál legharcosabban küzdeni a dolgozókért. Tehát ha valaki munkanélkül marad, abból majdnem akkora baj lesz, mint hogyha kivennénk egy tőrózsát a körforgalomból. Tehát mi ehhez nem tudunk szabadon hozzányúlni, csak akkor, hogyha valami olyan pozícióba tudunk átrakni valakit, amit finanszíroznak valamilyen módon, tehát vagy központi költségvetésből, vagy piaci alapon, vagy valahol, és akkor át tudjuk tenni, mert a munkahelyektől nem lehet megválni. De ez abban tökéletesen igazad van, hogy ez az összetétel, hogy működésre ilyen sok pénz megy el, ez tarthatatlan. Egyébként ez sajnálatos módon nem önkormányzati probléma, a magyar gazdaságnak is ez a fő problémája, tehát a magyar állam egy adófizetőnek sokkal többe kerül, mint a környező országokban bármelyik állam. És ez így van nálunk is az önkormányzatnál sajnos. Úgyhogy ebben tökéletesen igazad van. Az intézményvezetők, minden intézményvezető, minden intézményvezető volt nálam, Sárik Jánosné is volt, Marika is volt, Judit is volt, és a Gabika is volt. Úgyhogy minden intézményvezető volt nálam, és mindenkivel megegyeztünk. Az meg, hogy tudják-e üzemeltetni ebben az évben ennyiből, Az nem kérdés, mert ennyiből kell üzemeltetni, mert ennyi van rá, és ezeket a számokat ők adták meg, tehát a végső számokat. Tehát itt két fordulós volt az egyeztetés, találkoztunk, elmondtuk, hogy mi tartható, mi tarthatatlan, és utána ment a fogyókúra. Karcsi. Polgármester úr, lehet némi zavar az ülésteremben. Általad elmondottabból is adódóan nem költségvetési rendelet elfogadása van most napirenden. Remélem, hogy ezzel mindenki tisztában van, nehogy félreértés legyen. Amit a polgármester is elmondott, illetve azok a tételek, amiket egyébként, az gyorsan és mellékszál biztató jeleket mutató költségvetésünk, tényleg apró filmhangolások vannak hátra, amit ma nem tudunk orvosolni, illetve csak hosszadalmas, több órás részletbe menő viták után tudnánk pontosítani. Tehát azt szeretném kérni a polgármester, hogy ezt tisztázza, hogy most, és nem vagyunk lemaradva, nem leszünk lemaradva semmiről, hogyha ezt két héten belül fogjuk elfogadni, de nem költségvetési rendelet elfogadásról van szó, hanem mondjuk így elsőfordulós tárgyalás. Tehát ezt szeretném, hogyha ezt tisztáznám, mert lehet némi zavar a hallgatóság vagy a televízió nézők körében. Oké, ez rendben van. Én az ellen sem vagyok, hogy most fogadjuk el, az ellen sem vagyok, hogy első forduló. De két fordulónak akkor van értelme, hogyha az első fordulóban elolvassák a képviselők, hogy mi az anyag, és azt mondják, hogy ez és ez és ez nem jó, erre és erre és erre ez az én megoldási javaslatom, és akkor ezt a következő fordulóra javítsuk ki. Mert az, hogy az nem két forduló, hogy most nem mondunk semmit, és a következő fordulóban meg vitatkozunk. Tehát azért van valamiről két forduló, hogy mindenki mondja el a véleményét, mondja el a jobbító javaslatait, mondja el azt, hogy mivel nem ért egyet, adja ki a feladatot a következő ülésre a szakembereknek, hogy mit változtassanak, mit hogy lehet megoldani. Tehát önmagában, hogyha nem mondotok semmit, hogy mind változtassunk, és hogy mi a javaslatotok, akkor nem látom értelmét egy második fordulónak. Hogyha olyan dolgokat mondtok, amit én itt most azonnal be tudok fogadni, akkor nem kell egy második forduló. Ha olyan dolgokat mondtok, ami sok munkát igényel, akkor pedig kell egy második forduló. Tehát itt nem vagyunk kényszerben, ez kétségtelen, nem kell ma elfogadnunk a költségvetést, mert a törvény csak úgy szól, hogy szeptember 15-ig meg kell, február, vagy bocsánat, február,
Szeptember 15 egy nagyon fontos dátum, mert az az iparűzési adó második periódusának a befizetése. És ezért, tehát, hogy szeptember 15-éig meg kell kezdeni a költségvetés tárgyat. Megint szeptember mondtam? Mert szeptember egy nagyon fontos dátum. Tehát, hogy február 15-ig meg kell kezdeni a költségvetés tárgyalását. Tehát nem vagyunk semmivel elkésve, csak én azért borzasztóan szeretem azt, hogyha valaki azt mondja valamire, hogy akkor ezt most nem, akkor mondja meg, hogy miért nem, és hogy hogyan máshogy. Mert azért van 9 tagja egy képviselőtestületnek, hogy a kollektív bölcsesség érvényesüljön. Volek képviselő úr kért szólt. Bocsánat, igen. Szeretném megkérdezni továbbá azt, hogy a Városgazdálkodási Kft.-nek a tevékenysége ugye elsősorban most már a hulladékszállítás elvétele után, vagy kikerülése után a profiljába kerül a közmunkaprogram. A következő évben közmunkaprogramra hány forintot szán a város, vagyis hát a Kft., mert tulajdonképpen tudom, hogy van egy másik előterjesztés, ami közvetlenül ezt érinti, de mégis fontos a költségvetés szempontjából megkérdezni. Ezt a számot én nem találtam meg konkrétan a költségvetésben, hogy valamivel össze lehet kapcsolva, de az elmúlt évben azt hiszem, hogy 20 vagy 25 millió forint között olyan nagyságban, most is olyan nagyságban. Ilyen most is ilyen. Jelentkezett ez, és hogy ezt, mert nagyon sok hasznos dolgot lehetne megvalósítani, többek között, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy a lakosság közérzetének javítása érdekében a járdák, az iskola felé, a járdáknak az állapota. Ha az iskolát akarjuk segíteni, akkor az is beletartozik. És tudom, hogy van egy ilyen aszfaltkeverőüzemnek a letelepüléséről szó esetleg ideiglenesen, akkor ezt nagyon-nagyon jó ki kéne használni ezt a témát. Még úgy is, hogy közmunkások bevonásával valamilyen formában, akár a járták előkészítésén, akár a munkálatoknál, mert ez nagyon fontos. Én örömmel vettem azt, olvastam az anyagban, hogy az adóerőképesség emelkedik. Emelkedik is, de ebből van ugye különböző hátrány is az önkormányzatnak. Na de az a kisebb, tehát azért az a jó, hogyha emelkedik. Tehát szeretnék én budaörs lenni, ahol nagyon sok hátrány van abból, hogy annyi pénzük van, hogy nem tudnak velem mit csinálni. Igen. A nagyságrend az ugyanaz idén is, mint a tavaly évben 25 millió forint körüli összeg, ami nem sok, illetve nagyon sok. Tehát attól függ, hogy honnan nézzük, hogyha erről is már beszéltünk korábban, hogyha onnan nézzük, hogy az önkormányzatnak kell ezt megfinanszírozni, mert ezt nekünk kell megfinanszírozni és belerakni egy feladatba, akkor ez borzasztó sok pénz, és ugye ez az is megfogalmazódott, hogy azért jó, hogy a közmunka produkál eredményeket, és most már szemmel látható eredményeket is produkál, mert ez egyrészt jó érzéssel tölti el az embert, másrészt meg esély van arra, hogy ennek a pénznek a nagy része vagy teljes egésze visszajöhet. Jó lenne, hogyha visszajönne. Az lenne a kívánalom. Ha másik oldalról nézzük ezt a történetet, hogy elég-e ez a 25 millió, ez kevés ez a 25 millió forint, tehát az egész közmunkaprogramnak ez az egyik problémája, és ezt is elmondtam már, elnézést azoktól, akik már hallották ezt a példát, de egy 250 fős vállalkozás ma Magyarországon egy középcégnek mondható. És egy ilyen középcégnek van egy igazgatója, vannak főosztályvezetői, osztályvezetői, művezetői, és nem utolsó sorban szakképzett, motivált, jól vagy piaci áron megfizetett munkatársai. A közmunkánál ennek a cégnek nincs egy külön vezetője, nincsenek osztályvezetők, van néhány brigádvezető, és akkor a legfontosabb pont, a dolgozó, az egyrészt nem motivált, másrészt nem szakképzett, és harmadrészt, de nem utolsó sorban, közel sem jól megfizetett, hanem minimálisan megfizetett, és ennek a vezetői rétegnek ezzel a nagyon nehéz helyzetben lévő tömeggel kéne produkálnia, produkciót előállítania. Tehát, hogyha én egy tanácsot adhatnék annak a szervezetnek, amelyik ezzel foglalkozik, akkor az lenne, hogy a közmunkán belül a vezetést meg kéne erősíteni,
a vezetéssel külön pénzt kéne adni. Ezt egyébként egy tanácskozáson egy héttel azután, hogy polgármester lettem, Balatonon el is mondtam az illetékeseknek, akik azt mondták, hogy nagyon jó ötlet, megvalósítják, befogadják, azóta se történt semmi. De ez egy ilyen összeg, ennél kevesebből nem tudjuk megcsinálni, többet meg nem tudunk rá fizetni. Tehát ez is a határán van a történetnek, és szívesen látnám a képviselőket egyszer egy ilyen értekezleten, amit egyszer tartottunk eddig. Tehát, hogyha majd legközelebb egyszer tartunk egy ilyen értekezletet, hogy nézzük meg azt, hogy 250 ember mekkora tömeg. Tehát ez hihetetlen, hogy milyen sok 250 ember, akinek tulajdonképpen a munkáját koordinálni kell, és értelmes munkát adni. Tehát ez egy hihetetlenül nehéz feladat, és ezt jól rányomtuk a városgazdálkodásra. A városgazdálkodás, én azt gondolom, hogy minden hibával együtt ennek ezt a feladatot ezt jól látja el. Nagyon sok munkájuk van abban, hogy olyan programokat találjanak ki, ami hasznot is hoz a városnak, és sikerült, mert például az erdélyi iskolánál, most éppen tegnap néztem az interneten, mert kimenni nem tudtam, nem volt rá időm, láttam, hogy nagyon jól haladnak a munkával, a téli esítés munkájával. Tehát tényleg komoly szakmunkát, alkotó munkát, értékteremtő munkát végeznek ott a közmunkások. Most sajnos nem tudunk minden közmunkásból ilyen brigádot kiállítani, és nincs ilyen szakértelem. Tehát ez az elit csapat, de hát akkor is ennek van valami értelme. Úgyhogy ez így van, és ez is egy olyan történet, hogy ez is a működésre megy el, de hát azért ennek egy része beszámít abba, hogy itt felújítás történik, és ezeket mi nem számoljuk, tehát azért egy kicsit jobb az arány annál, mint amit számszakilag megfogalmazódik. Karcsi gondolom akart válaszolni arra. Amit felvetett a polgármester, azt kell mondjam, tökéletesen igazad van, amit elmondtál. De abban, hogy nincs értelme két fordulót, vagy három fordulót is lehet, hogyha nincsen építő jellegű javaslat hozzá. Tiszta sor, és ez így is van. Mégis azt szeretném akkor javasolni. Tehát akkor nem kérdés, hanem akkor javaslat szintű felvetés részemről, hogy akkor tekintsük ezt első fordulónak, tegyük hozzá még mindazt, amit most a mai nap hozzá tudunk tenni. Vannak olyan dolgok, ami számomra is az általad elmondottabból, hogy az már beépült például a felvezetésed, vagy beépültek-e például ezek a talált összegek, vagy csak folyamatban van. Tehát, mert például Kokaúr, azért még hogyha biztató is a költségvetésünk, de azért feszes. Mondjuk így, még hogyha vannak is benne tartalékok, akkor is hát nem lehet dőzsölni. És amit elmondhatok, amit előbb beszéltetek, hogy sokkal többet kellene a fejlesztésre fordítani, de ez egy adottság, tehát adott keretek kellett, hogy mozogjunk. De például nem tudok, nem merek most arra javaslatot tenni, hogy például a költség és a városgazdálkodási sorokon ugye mondjuk 3,8 millió forintba beállított telep, a temető üzemeltetésére, működtetésére, és most nem merek bemondani most egy összeget, és esetleg még el is fogadná, például, mert ideje lenne azt a ravatalozót rendbe hozni egyébként, tényleg méltatlan körülmények között lezzük, és valószínűleg a 3,8 millió forintból nem fog kitelleni. De most nem akarok Biancóra ilyen javaslatot tenni, és gondolom a többiek se várják ebbe a képviselőtestet. De miután a mai nap megtörténik, és még a javaslatainkat tegyük meg, akkor javaslom, hogy akkor, amit az előbb felvetett másodszorban, hogy akkor lehet egy kötetlen formában, de bizottságülésen úgy is fogunk találkozni, és úgy is fogunk erről beszélni, és akkor ott az apró részleteket és még ki tudjuk dolgozni, hogy akkor a lehető legjobb költségvetést fogadjuk el. Mondom, újra le kell szögeznem a városlakók felé is, hogy a lehetőségekhez képest és szögezzük le, mert nagyon fontos, hogy nincs benne intézménybezárás. Tehát a jelen költségvetésünkben nincs erről szó, a humán erőforrás, ilyen csúnya szóval fogalmazva, a humán erőforrás is teljesen optimális és racionalizált, hogyha most esetleges elbocsátásról van a szó, de még erről sincs szó ebben a költségvetésben. Az adott lehetőség keretén belül próbálunk a legjobban gazdálkodni, apró finomításokra van szükség, és erre kérem akkor a polgármestert, hogy akkor adja meg ezt a lehetőséget, hogy még egy fordulóba tudjunk erre pontot tenni. Köszönöm szépen, én egyből első fordulósnak tekintettem ezt a dolgot, tehát ez nekem nincs ellenemre, kettő. Ha ilyen javaslatok vannak, hogy temető, akkor kérlek, hogy tegyél rá javaslatot, mert ha nincsenek benne a terveink, tehát az, hogy valamit beírunk a költségvetésbe, az nem biztos, hogy megvalósul. Tehát az akkor valósul meg, van egy olyan tétel, amelyik valamilyen más fogalmazásban azt jelzi, vagy azt a reményünket jelzi, hogy kapunk önhikit. Most, hogyha kapunk önhikit,
az első körben, ugye ez tavaly is úgy volt, hogy bejönnek márciusban az adóbevételek, és akkor utána elfogy az a pénz, ami van, és akkor jönnek a kifizetetlen számlák, mert nem tudod kifizetni őket, és akkor erre benyújtod az önhikit, és akkor vagy kapsz, vagy nem kapsz. Mi első körben tavaly egy komolyabb összeget kaptunk. Most, hogyha ezt megkapod, mert olyan az országnak a teherbíró képessége, akkor végre tudod hajtani azt, amit terveztél, és akkor legyen benne igenis a temető is, hogy ne felejtsük el, hogy a temetőre költenünk kell, mert ezt egyszer már beszéltük, és akkor én hozzá is fűztem, hogy és a lámpák is. És most, amikor sajnálatos módon ott voltunk, és egy újabb temetésen vettünk részt, akkor meg is állapítottam, hogy jó, hogy erről beszéltünk, de ebben a költségvetésben ez nincs benne, tehát hogy ez ne merüljön feledésbe, és amikor adott esetben lesz rá pénz, akkor tudjuk, hogy sorban ehhez kell hozzánk, tehát legyen benne. Aztán, hogyha nem így valósul, menet közben nem így valósul meg a bevételek befolyába, nem így folynak be a bevételek, ahogy tervezzük, akkor úgy is hozzá kell nyúlnunk dolgokhoz. Most azzal nem számolunk elméleti síkon sem, hogy itt embereket el akarunk küldeni. Nem azért nem számolunk vele, mert nem lenne racionális lépés, hanem azért nem számolunk vele, mert egy ilyen közösségben, itt, ez nem egy budapesti nagyipari környezet, ez nem egy multinacionális cégekkel körülvett környezet, itt nincsenek olyan álláshelyek, hogyha én valakinek azt mondom, hogy köszönöm szépen, te egy borzasztó jó könyvelő vagy, de holnaptól menjél máshová dolgozni, nem biztos, hogy talál munkát. Tehát nem ezen vagyunk. Az lenne a jó egyébként, hogyha itt egy szabad és egy jó munkaerőpiac lenne, de ettől még távol van Pásztó. Az előfordulhat menet közben, sőt elő is kell, hogy forduljon, hogy változtassunk a struktúrákon, de akkor meg mindig megpróbáljuk azt, hogy elhelyezzük azokat az embereket, akik ebben a rendszerben benne vannak, de ami még ennél is fontosabb az, hogy ellátatlanul ne maradjon senki. Tehát itt, ha abban gondolkozunk, hogy, és akkor most nem a csavót fogom mondani, hanem egy másik példát mondok, tehát hogyha itt abban gondolkozunk, hogy a nyugdíjas klubnál a borzasztóan magas összegeket le kell nyomni, valamilyen módon ki kell találni, hogy lehet lenyomni a nyugdíjas klubnál az összegeket, de már itt közelebb is jutottunk a megoldáshoz, akkor azt nem azért tesszük, csak mert magasak ezek az összegek, hanem azért tesszük, mert van egy csomó olyan nyugdíjas, akit szintén el kéne látni. Mondok egy példát. A nyugdíjas klubba bemegy egy nyugdíjas, és 110 forintot fizet azért, hogy bevigye őt a jármű minden nap reggel, és akkor délután hazaviszi. Ez egy hónapban 2200 forint, ez egy kibírható összeg. De hogyha már ő ebben a szolgáltatásban benne van, akkor hogyha ő rosszul érzi magát, akkor ott rögtön van, aki észreveszi, hogy rosszul érzi magát, elviszik orvoshoz, ezzel a járművel elviszik napközben orvoshoz, tehát nem hagyják magára, van valaki, aki segít neki. Ez nagyon sok pénzbe kerül, de ennek az embernek, aki ebben a közösségben benne van, ezek a problémái megoldottak. Míg a másiknak, aki szintén kerülhet ilyen helyzetbe, hogy el kell mennie az orvoshoz, nincs segítsége, és nincs egy megfelelő eszköz, amivel őt el lehetne vinni. Mert mi egy kisváros vagyunk, és a kisvárosra az a jellemző, hogy távolságok már vannak, de taxiszolgáltatás még nincs. És hiába tudja az orvos felírni azt, hogy a betegszállítás jár valakinek, de ahhoz, hogy ezt felírja, el kell menni az orvoshoz. Tehát, hogyha mi abban gondolkozunk, hogy a városlakóknak az életét kéne megkönnyíteni, és ezt a szociális hálót, vagy a szociális gondoskodást mindenkire ki akarjuk terjeszteni, nem csak egy szűk körre, hanem mindenkire, és azt szeretnénk, hogy mindenki viszonylagos biztonságban érezze magát, akkor ezeket a privilegizált szolgáltatásokat racionalizálnunk kell úgy, hogy az, aki ebben benne van, őt se érje sérelem, és plusz maradjon meg ezen pénz, amit másra tudunk fordítani. Most ez látszólag megoldhatatlan, de hogyha az ember ebbe belekerül és ezzel foglalkozik, és nap mint nap foglalkozik,
és mi nap mint nap foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, akkor az látszik, hogy mégis megoldható. Tehát mégis megoldható, úgyhogy ezeket le lehet játszani sérelem nélkül. Egyetlen egy dolog kell hozzá, az, hogy az összes érintett ezt akarja megcsinálni. Tehát ne az legyen, hogy mit miért nem lehet megcsinálni, hanem az legyen a hozzáállás, hogy mit miért lehet megcsinálni, és hogyan lehet megcsinálni. És ebben a tekintetben az elmúlt napokban én éreztem egy változást. Tehát most éreztem először azt Pászton több mint egy éve, hogy amikor adódott egy probléma, mert valakin segíteni kellett, akkor mindenki összefogott és azon dolgozott, hogy ezt a problémát hogy lehet megoldani, úgyhogy a leggyorsabban segítsünk valakin, és hogy egy szervezetet hogy szervezünk úgy át, hogy mindenkinek jó legyen. Tehát valami elindult, és ez kell, mert hogyha nem így csináljuk, akkor amíg szegények vagyunk, nincs esélyünk semmire. Valek képviselő úr. Szeretném tovább megkérdezni azt, hogy tulajdonképpen és akkor hozzájárulni a költségvetésnek az érdemi oldalához a jövőre vonatkozóan, hogy milyen elképzelések vannak a top pályázatokkal kapcsolatban. Egy rangsorolást, hogy mit kellene elsősorban megpályázni. Mert van itt egy gazdaságfejlesztési terv, amit tavaly április vagy márciusban fogadtunk el, hogy be van jelölve a 2015-16-ra évre vonatkozó ilyen jellegű megjelenő pályázatok. Ezekkel hogy állunk, milyen elképzelések vannak, ezeket is le kéne írni a fejlesztési. Nem biztos, hogy mindegyiket sikerül megszerezni, de az elképzelés, hogy mire adjunk be pályázatokat, megjelentek-e már ezek a pályázatok. Akkor van egy előkészített dolog, a Green Aluminium témája, nem tudom, ezzel kapcsolatban van-e még bérleti fizetés, tartalomkérdés, fölmondták a szerződést, mert ott 50 ember munkahelyéről van szó, és ez nagyon fontos lenni Pásztornak. Jó, a Green Aluminiumot, köszönöm szépen, a Green Aluminiumot én nagyon szépen kérlek, hogy ha nem változnak a feltételek, akkor többet ne említs, majd mindjárt elmondom, hogy miért. A pályázatoknál az a helyzet, hogy már megtörténtek az első lépések, nekünk most jönnek ki a pályázatok szépen sorban, természetesen mi már másfél éve tudjuk, hogy mit szeretnénk, ugyanazok a prioritások, amiket szeretnénk, itt az a kérdés, hogy mit tudunk megvalósítani. Képviselő, a Becsó képviselő úrral, az országgyűlési képviselőnkkel már beszélgettünk arról, hogy hogyan tudunk csatlakozni ahhoz a céghez, ahhoz a fejlesztő céghez, amelyik Bátony terenyén létrejött, és aminek, hogyha jól tudom, akkor most még ki a vezetője? Tehát aminek van egy vezetője, de ott mi szeretnénk azt elérni, hogy legyen egy külön pásztói, legyen egy külön pásztói szakosztálya ennek a cégnek, amelyik a pásztói pályázatokkal foglalkozik, és természetesen a mi szakembereink segítségével és pályázatírók segítségével ezt ki tudjunk kezdeni. Tehát mi ezekről a pályázatokról folyamatosan tájékoztatást kapunk, és foglalkozunk velük olyannyira, hogy mindent nézünk. Tehát most mondok egy példát, tegnap kint voltunk a strandon, mert olyan információink vannak, hogy az iskola központtal összefüggésben egy típus tanúszoda telepítésére esetleg lehetősége nyílik Pásztónak. Most erről még semmi konkrétum nincs, ez csak egy információ, de mi elébe akarunk annak menni, hogyha ez valóra válik, akkor annak hol legyen a helye, hogy legyen egy tervünk arra, hogy helyezzük el, hogy ne érjen minket készületlenül. És minek okán is, hogy a részletekben rejlik mindig az ördög, kiderült számunkra az, hogy ez nem egy olyan jellegű tanúszoda lenne, amiről mi korábban gondolkodtunk, és amit itt a városközpontban az iskola mellett kéne elhelyezni, hanem egy olyan tanúszoda lenne, amelyik kinyitható a földszintje üvegablakkal, kinyitható az utcára, és közvetlenül kell egy part, egy tér-park kapcsolat. Ezért egészen nyilvánvaló, hogy nekünk más helyben kell gondolkoznunk, hogy egy zöld térre ez kinyitható legyen, és nyáron is kihasználható legyen ez az építési sajátossága. Tehát a strandra kell telepítenünk ezt, és ott mértük fel a helyet, hogy pontosan hogy van, és hogy lehet megtervezni, hogy amikor tényleg egy olyan helyzetbe jutunk, hogy beadhatunk egy pályázatot, akkor ne maradjunk le. Tehát ezeken mi nagyon rajta vagyunk. Most a Green Aluminiumtól a következő miatt
lesz rossz kedvem. Ez egy cég, amelyik beadott egy pályázatot még az előző polgármester idején, és kötött egy opciós vételi ajánlatot az ipari terület egy részére. Ezt az opciós vételi ajánlatot, ezt sikerült úgy megkötni, hogy szerintem nem tévedek, fejből mondom, 4 évig áll fenn. Amíg ez az idő fennáll, addig ez a cég megveheti azon a vételáron, ami ebben a szerződésben szerepel azt a területet, amíg nem akarja megvenni, addig havi 100 000 forint bérleti díjat fizet érte. Azt, hogy befolyik-e ez a havi 100 000 forint, azt nem tudom, a számla az minden hónapban kimegy, ha nem folyt volna be, azt szerintem a kollégáim jelezték volna. Na most a dolog még szép is lehetne, a dolognak 2 szépséghibája van. Az egyik az, hogy Pásztó előre kifizetett több mint 5 millió forintot azért, hogy a termelésből kivonja ezt a területet. Tehát mi megelőlegeztünk majdnem 6 millió forintot egy olyan cégnek, aki most 100 000 forintokat fizet havonta. Hogyha megnyeri a pályázatot, akkor is rosszabbul járunk, mert amennyiért eladjuk, az nem több, mint amennyiért kivontuk a mezőgazdasági művelésből. Mondhatnám azt, hogy ez pont az én elveimnek megfelelő, hogyha ide jön valaki és ipart telepít, akkor azt támogassuk, de azért ez nem úgy van ám, hogy én bemondásra támogatom az ipart, hanem akkor, hogyha már valami történik. Tehát én is azt mondom, hogy ha 50 munkahelyet teremt, adjunk neki 5 millió forintot, lehet, hogy 10-et. Ha van, akkor adjunk 50-et. De akkor, ha az megvan, hogyha az rendben van. De nem akkor, hogy ő pályázni szándékozik valamire. Ugye én ezt elmondtam korábban, én megnéztem ennek a cégnek a mérlegét, abban tervezési költség nem volt, már pedig egy ilyen 1,5 milliárdos beruházás tervezési költség az több 100 millió forint, tehát ez is komolytalanná tette a dolgot, az is komolytalanná tette a dolgot, hogy Turára a kastélypark területére volt bejelentve, és az is komolytalanná tette a dolgot, hogy az ügyvezetőt én személyesen megkerestem, egy hölgy az ügyvezetője, és kértem, hogy látogassanak el hozzánk ide Pásztorra, hogy megbeszéljük azt, hogy mégis hogy áll ez a beruházás, nem látogattak el. Ezelőtt körülbelül 2 hónappal bejelentkeztek, hogy jönnek hétfőn 9 órára. Nagy örömmel néztem a találkozó elé, mert hogy végre találkozunk, és ez azt jelzi számomra, vagy azt jelezte számomra, hogy talán a pályázatuk nyert. A hétfői találkozót lemondták, átrakták a következő hétre, a következő heti találkozót is lemondták, betegség miatt, és azóta se telefonáltak. Tehát tehát én voltam vállalkozó képviselő úr, és én tudom, hogy egy komoly vállalkozó az nem így vállalkozik. Ugyanakkor viszont időközben a Turai kastélyt eladták, tehát értékesítették, úgyhogy lehet, hogy ez új lendületet kap ez a projekt a jövőben. Úgyhogy még az is lehet, hogy ez megvalósul, de az eddigiek... Tehát egy tőke erősebb lett ez a vállalkozás, amelyik részben tulajdonosa volt, de szóval polgármesterként nekem az nem nagyon tetszik, hogyha egy vállalkozó, aki itt akar beruházni, 1,5 év alatt fel nem keresi az új polgármesterét a városnak, és a találkozókat rendszeresen lemondja. Ez nem felelős magatartás, és különösen úgy, hogy Pásztónak ebben sok pénze áll. Tehát én biztos, hogy nem fogok előre senkinek pénzt adni, tehát ide is jönnek most vállalkozók, akik pályázni akarnak. Tehát itt semmi más nem volt, itt az volt, hogy ők pályázni akarnak, van tervük, és a nyer a pályázat, ide jönnek. Mindenkit ki kell szolgálni maximálisan, most is van egy csomó pályázó, legalább 4-5, aki azt mondta, hogy pályázni akar, ha nyer a pályázata, ide jön. Kaptak is egy címet, ahová bejelenthették a vállalkozásukat, hogy ezen a bejelentkezett címen pályázzanak. És hogyha sikeresek lesznek, akkor megyünk tovább. De hát addig ők se akarnak telket venni, mi meg nem akarunk fizetni helyettük semmit. Tehát én igazándiból nem értem az előző vezetésnek a Green Aluminiummal kapcsolatos cselekedeteit sem, annak függvényében meg különösen nem, hogy a képviselőtestület nem tudott arról, hogy ebbe az önkormányzat pénzt tett, körülbelül 6 millió forintot, szerintem Gyuri bácsi, te se tudtál róla. Ki kellett vonni a
Ki kellett volna? Igen, csak az. Te tudtad, hogy ki fizet? Hát igen. És te azt tudtad, hogy ezt az önkormányzat fogja fizetni? Ja jó, mert a szerződésben ezt úgy fogalmazták meg, ami a képviselőtestület előtt volt, hogy azt ki kell vonni a forgalomból. De azt, hogy azt az önkormányzat fogja fizetni, az abban a szerződésben úgy van benne, hogy értem is, ha akarom meg, ha nem is. Én beszéltem több olyan képviselővel, aki az előző ciklusban képviselő volt, aki nem tudott róla. Te akkor a beavatottak között voltál. Tehát ennyit, akkor lehet, hogy többet tudsz róluk, úgyhogy várjuk őket szeretettel, ha beszélsz velük. Péter Plecskó képviselő úr. Becsó Karcsi Károly képviselő úrnak a felvetésére. Tehát az, hogy milyen beruházások kerüljenek bele egy-egy évben a költségvetésbe, és mit lehessen megcsinálni ezáltal. A közmunkával kapcsolatosan lehetőségünk van a 200 fős közmunkába éves 50-65 millió forint eszköz anyag beszerzése, és hogyha ezt jól tervezzük, akkor ez az önkormányzati büdzsét vagy segíti, vagy meg tudunk csinálni a beruházásból, amit önkormányzati költségvetésből nem. Ehhez viszont szükség van egy nagyon pontos tervezésre. Én már most biztatom a képviselőtestület tagjait, hogy a 2017. február után induló közmunkaprogramokra írjuk össze a feladatokat, odáig most már megvannak a tervezési folyamatok. És mi felmértük, hogy a jelenleg dolgozó közmunkások milyen szakmai végzettségekkel rendelkeznek, tudjuk, hogy milyen feladatok ellátására képesek, és ennek megfelelően tudunk egy nagy kalapból válogatni majd a jövőre vonatkozóan. A Gyuri bácsinak meg az önkormányzat a 10-es melléklet 6 elpontjában leírtak szerint 27 millió 258 ezer forintot ad át a városgazdálkodásnak közmunka működésére támogatására. Ez fedezi az 5 fő irányító személyzet térét, a pályázati elvészek hozzájárulását, és hogyha felmerül olyan költség, például, hogy a szabadság önrésze, ugye a 16. naptól a cég fizeti az államnak a hozzájárulást, ezeket összefoglalva ennyit a terveztük be, és ezt az önkormányzati költségvetés biztosítja is. Ehhez a 27 millió forintot idén 50 millió forintos beruházást már a munkahelyi központtól megnyertünk, ez 25 millió mezőgazdasági és 25 millió helyi sajátosságokban van, és még most kerül bejutásra a hét végéig még egy 105 millió forintos közmunkaprogram kérelem, aminek 15 millió forintos eszközanyag igénye van. Tehát, hogyha ezt összerakva megnézzük, 65 millió forint az egy évre jutó, ami viszont az önkormányzati költségvetésben felújításokra szereplő összegének a többszöröse. Tehát, hogyha a közmunkát jól tervezzük és jól bonyolítjuk, akkor jelentős beruházásokat tudunk végrevinni, és össze kell írni azokat a feladatokat, ami tényleg a város lakosságát érinti, és ilyeneket, mint a ravatolozó járdák, össze kell írni, hogy melyik járda legyen felújítva, milyen ütemezésben. A munkahelyi központnak egy nagy, a munkahelyi központos pályázatunknak egy nagy hátránya van, egy 5 forintos csavarral is előre el kell, tételesen meg kell kérni mindent szépen, mennyi sorrend, mennyi szemem, mennyi csavar. Tehát 5 forintos anyagot is előre be kell építenünk a költségvetésbe, utána nagyon nehéz eltörni tőle. Tehát egy őrült nagy munka az, hogy egy 65 millió forintos eszközbeszerzést egy év előre vetítve lebonyolítsunk. Tehát ez egy nagyon pontos tervezést igényel. Itt van Budavári Valéria osztályvezető asszony, vagy nekem is, hogyha ezek az ötletek átjönnek, akkor ezekkel fogunk dolgozni. Köszönöm szépen. Hogy fizem ezt hozzám, mert Gyuri bácsinak elfelejtettem az aszfaltról beszélni, tehát hogyha ide kerül egy ilyen ideiglenes aszfaltkezelőüzem, annak akkor is költsége van. Tehát ugye nekünk arra is figyelni kell, és a Plecskó képviselő úrnak totálisan igaza van abban, hogy fel kell állítanunk egy sorrendet, hogy mi a legfontosabb feladat. Tehát, mert sok feladatunk lenne, tehát hogy mi az, amit, tehát hogyha van forrás, akkor mit milyen sorrendben végezzünk el. Dr. Becsó Károly képviselő úr. Szeretném megköszönöm Péternek a kiegészítését, mert teljesen igaza van, és biztatnám magunkat, hogy jobban kihasználjuk a közmunkaprogramban rejlő ilyen lehetőséget is látható, hogy most például az erdei iskolában is, amit viszünk. Akkor hagyd vegyem magunkra is, hogy a képviselőtestületre, az egy jó irány. Csak egy példát említettem a ravatolozóval, azért nem akartam, csak nem rossz példa, mert ugye a végső, de nem egy úgy rossz példa, hogy
hogy nem akartam többet kiemelni, és hogyha visszatérünk itt a tanár úr, Gyuri bácsi által felvetett topokra, azért nem akartam, vagy azért nem akarnék bemenni ilyen mélységbe, mert rengeteg probléma van nap mint nap, vagy testetődésről beszéljük, a gödör a Stromfeldudvarba, vagy a járda hasznoson, vagy a zárok hasznoson, az alkotmány, vagy számtalan dolog van, de azt is el tudjuk mondani, hogy ezekben a megnyíló pályázatokban, amin dolgozunk, jó magam, nem csak mint képviselőm, próbálok a magam szakmai tudásával is hozzárakni ez a dolgokhoz, vannak olyan lehetőségek, legyen az úgy hívják ilyen csúnya kifejezés, hogy zöldváros program, ahol például zöld felületeket tudunk majd rendezni, és remélhetőleg például a Stromfeldudvar problémáját, vagy egyes közterületünk problémáját ilyenekből tudjuk kezelni, akár járda, akár út, akár a maga a zöld felület parkosítás kérdését, illetve nagyon reméljük, hogy ezekből tudjuk a jelentős részét. És azért nem akartam lemenni ebbe a mélységbe, de egyébként, amit te felvetettél, abban tökéletesen igazad van, és ezt jobban ki kell használnunk. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzáfűzni való? Nincs senki, akkor kérdezem, igen, nincs itt az István. Éppen ki, mit mondod? Beszélt valakivel, hogy mikor jön vissza? Szerintem van itt a bizottságból olyan, aki elő tudja adni az álláspontot. Igen, tehát itt most az a kérdés, hogy akkor miről szavazunk? Hát ugye volt egy javaslat, nem tudom, a képviselő fogalmazza meg, hogy mi legyen a javaslata. És akkor... Fogalmaz meg, és én befogadom. Nem akartam én is jegyző lenni, de elpróbálom exakt formában akkor megfogalmazni. A képviselőtestület tudomásul veszi, majd hogyha ezt meg kell exaktul fogalmazni, tudomásul veszi az első fordulós anyagként napirendre kerülő. Hadd segítsek abban, hogy a képviselőtestület tudomásul veszi az első fordulóban megismert előterjesztés a költségvetésre, és igen, és a jövő hét közepéig az ezzel kapcsolatos észrevételeit, azt az jövő hét közepe az 1-e szerda, ugye? Tehát február 1-én szerdáig az észrevételeket írásban eljuttatja a polgármesternek. Jó így? Jó. A későbbi bedolgozásra, felhasználásra. Jó, jegyző úr? Igen. Jó, akkor... Tessék? Szerda 3-a? Akkor 3-áig. Jó, elhiszem neked. Megyek hátra. Jó. Köszönöm, akkor kérem, így szavazzunk erről a kérdésről. Igen, köszönöm szépen, 6 igen, 1 tartózkodással a képviselőtestület elfogadta.